Hem Lili a Literatúra Művészeti Magazin fiatal tehetséges alkotója, verseket író képzőművész. Fest, grafikákat készít. Az ez során nem csak beszélgettek vele, hanem műveit vetített formában is megcsodálhattuk. A Pécs kiváló tanulója cím mellett a Pécsi Művészeti Gimnázium örökös kiváló tanulója címet is elnyerte. Az iránt érdeklődtünk, vajon ez a sok minden hogyan fér meg egy fiatalban? Nagyon szoktam teperni például a jó jegyeimért, de biztosan erősítik egymást. Mármint, hogyha jónak akarom érezni magamat például a művészeti részekből, nagyon szeretem akkor például az általános tudásomat följebb húzni, mert például, hogyha jól ismerem a mindenféle irodalmat, meg a történelmet, akkor abból nagyon sokat tudok meríteni azért, hogy még korhűbb vagy jobb rajzaim legyenek például. De ugyanígy van a zenével, hogy azért is szeretek zenét is tanulni, mert akkor még több ihletésem lesz magához a rajzhoz, és fordítva is ugyanígy működik, hogy valamit szeretnék rajzolni, nem tudom, hogy mi legyen az, ezért elkezdek kutató munkát végezni, és így például tudom, matematikához is hozzányúlok, néha a fizikához, csillagászathoz is, egyéb dolgokhoz. Rajzolni, festeni mindig szeret. A kedvétől függ, hogy éppen melyiket gyakorolja. Inkább az emberábrázolás részesíti előnybe Lili. A tájképeket is szeretem, bár még nem vagyok benne olyan profi, nem tudom olyan szépen megcsinálni őket, ezért inkább embereket rajzolok, amiket pedig nagyon sokat gyakorlok iskolán belül is, és magámban is, és ezért nagyon szeretem őket rajzolni, mindenféle különböző karakteres figurákat, és meganimálható kész karakterterveket készíteni. A költészet, az írás iránti vonzalom inkább érettebb korában kezdett kialakulni. Mert ezt nem a nagy világnak kezdtem el írni, ezzel csak lebuktam, hogy írok verseket, mert igazából amikor túl sok érzelme van bennem, akkor csak így kiírom magamból, és akkor utána jól esik minden, akkor megnyugszok, vagy kibékülök a világgal, és véletlenül egy éve körülbelül megtudták, hogy én írok verseket, és így megmutattam embereknek, akik meg megszerették, és így egyre több ember tudta meg, hogy ez létezik. Hajnal Éva, a Literatúra Művészeti Magazin főszerkesztője és tehetségmentor szervezi havonta egy alkalommal ezeket a találkozókat, beszélgetéseket. Van egy különleges továbbadási lehetősége is a rendezvénynek. Minden alkalommal az lesz a szabály, hogy az illető, akit fő emberként bemutatok, mindig hozhatja a barátját, akit ő szeretne bemutatni. És hogy úgy mondjam, tovább csordulhat így az áldás. Azt gondolom, ez egy fontos dolog, hogy nem csak magamat mutatom meg, hanem emelem a társamat, és valahogy ezekben a gyerekekben ez természetes. Az első alkalommal ez meg is történt. Berényi Boglárka és Hem Lili igaz barátságot ápolnak. A művészetben is és a barátságban is találkozunk. A legelőször óvodában barátkoztunk össze, és ez a kapcsolat ez fennmaradt most így egészen középiskoláig, sőt még azon túl is majd. És a művészetünkön belül is találkozunk. Egyrészt van egy közös munkánk, másrészt meg filozófiailag is egy hasonló úton haladunk. Ő grafikus művész, és azon belül az animáció, mint mozgás érdekli. Én szobrászművész vagyok, és érdekelnek a kinetikus mozgó szobrok. És ez a kettő meglepően hasonló, nagyon hasonló gondolataink vannak, és így is sikerült összehoznunk ezt a közös munkát olyan szuperül. Tehát is. Az ez során Zánkai Domonkos Áron gitározott. A tervek szerint a többi előadást is ő kíséri majd gitárzenéjével. A régebbi klasszikus dallamokat a pörgősebb ritmus szereti. Az én gitártanárom mondta először nekem, hogy felléphetnék, mert itt lenne az ideje már ezekkel a komoly darabokkal, hogy valahova elmenjek és csináljak velük valamit. Na hát és akkor az Évi felajánlott, hogy mi lenne, hogyha egy kiállításom, előadnék 3 darabot, ez lenne a megnyitó, és akkor ez egy tök jó megnyitás lenne ennek a kiállításnak. És hát elvállaltam, és aztán megismerkedtünk, aztán számomra kiderült, hogy ő egy nagyon kedves ember, és hogy nagyon szeretettel gondol arra, hogyha ilyen jól
meg tudnám nyitni ezeket a... De akkor még igazából nem is volt teljesen biztos, hogy én leszek mindig is ez a zenész, de most már inkább ilyen biztosabb. A tehetségmentor célja a fiatal sokoldalú művész tehetségek bemutatása. Az alapötlet az a 9 éves magazinban indult el, amikor én azt alapítottam, mert akkor csináltam egy olyan rovatot, mert ugye tehetségmentor is vagyok, és a tehetségmentor az nyughatatlan, tehát amikor tehetséget lát, akkor elkapja. És hát az történt, hogy indítottam egy ifjú tehetség rovatot, amelyben fiatal írókat, költőket, hogy úgy mondjam, ilyen kezdő palántákat mutattam be, és nagyon örültem neki, hogy van egy hely, egy lehetőség arra, hogy ők bemutatkozzanak, ami ugye nagyon ritka dolog, és ezt fontosnak tartottam mindig is. Több százezren olvassák a magazint havonta, így ez a rovat igazán jól képes érvényesülni. Hajnal Éva már évek óta tervezte, hogy ezeket a fiatalokat meg kellene a valóságban is szólaltatni. Most ennek is eljött az ideje.